Igen, régen, annak idején az emberek egyfolytában munkát kellett, nehéz testi munkát kellett végezzenek, úgyhogy ha egészségesek is voltak, már pedig voltak egészséges emberek, azok elhasználták a napi energiát a napi munkára. Így már nem maradt energiájuk a szexuális, hogy mondjam, szexuális tevékenységre. Így csak néha volt kedvük megkóstolni az asszonyt, vagy fordítva, és akkor, mikor volt kedvük, akkor nyilván az asszonynak is már nagyon volt kedve, és így működött a társas élet, tehát a pár működött. A mai világban ugye az emberek még inkább egészségesebbek, egyre egészségesebbek, és innentől kezdve már lépten nyomon ahhoz lenne kedvük, hogy keféljenek egy jót. És mivel a társkapcsolatnak a megszerzése ugyancsak ugyanolyan nehéz, vagy még talán nehezebb is, mint volt eddig, ezért a türelmük ugye elfogy, és akkor egyre inkább saját maguknak szereznek örömet, ugye. Na most ennek az a hátránya. Igen, nem, de hogyha saját maguk szereznek örömet maguknak, akkor az egy kielégülési érzettel jár, ami a kielégülési érzet az azt jelenti, hogy nem akar, tehát elfordul a társ keresésnek az irányából, mert ugye elégedetté válik azzal a helyzettel, ami most pont őt körülveszi. Na most ez az egyik dolog, tehát onnantól kezdve ugye letér a pályáról, tehát még inkább türelmetlenebbé válik, és még inkább kevesebbé fontos lesz számára a másik ember kapcsolatának a megkeresése. És ezt használják ki például a kínaiak is, ugye, akik rengeteg szexuális segédeszközt gyártják, ugye ahol túlnépesedés van, na most nyilvánvaló, az embert ellátják minden egyes olyan dologgal, amivel szexuálisan ki tudja magát elégíteni, ami nem nő. Tehát innentől kezdve, amikor mindent megkaphat szexuálisan, amire vágyott, onnantól kezdve rájön, hogy igazából egy társkapcsolat amúgy is problémákkal, érzelmi viharokkal, és így tovább jár, viszont gyakorlatilag az a kis öröm, ami kell neki, az megvan ezekből az eszközökből, hát innentől kezdve teljesen már ő rájön, hogy egyszer nincs szüksége a másik emberre, igazából az nemi vágyait ki tudja elégíteni, és a saját életét el tudja élni úgy, ahogy le tudja élni valahogy, és innentől kezdve gyakorlatilag teljesen magányossággá válnak az emberek, és átlépik azt a kort, amikor már nemileg, tehát utódokat tudnának nemzeni, és innentől kezdve generációk fognak kipusztulni emiatt, mert hozzájutnak az összes szexuális segédeszközhöz. Na most például a németeknél vagy a fejlettebb társadalmakban ugye ott kezdik ezt a dolgot ugye megvenni, mert megvertik, mert ugye van rá pénz, és ott nyilvánvaló egyszerűen ki fognak pusztulni, és akkor végül a kínaiak át fogják venni az irányítást. Ez egy másik zárójeles történet, de gyakorlatilag arról szól, hogy az ember, hogyha önmagának szerez örömet, akkor gyakorlatilag mivel akkor megelégszik azzal a helyzettel, és már nem keresi tovább, tehát lefordul, elfordul 90 fokkal a párkeresés útjáról, onnantól kezdve ez hogyha párt akar, és már pedig a boldogsághoz a párkapcsolat vezet, ezért kerülje ezt a dolgot, hogy ez rendszeressé váljon, és hogy így megcsinálja az összes dolgot, amire szüksége van.